Jó reggel Dunakesziről! 2015. július 11-e, reggel 7 óra van. A biciklim és jó magam készen áll a közel 3 hetes túrára. Akkor csapjunk bele a lecsóba! 3 kilométer után elhagyom szerény kis városom, ahonnan nem csak ez a túra kezdődik, de az elmúlt 6 is innen indult. Alig tekertem 7 kilométert, már is üdvözölhettem a Budapest táblát. Sokat nem időzök a fővárosban, hisz nagyon sok újat nem tudok róla mesélni. Azért a fontosabb látnivalókat, amik amúgy is útba esnének, megmutatom. Az első ilyen a Városliget. A főként parkos terület 81 hektáron terül el, a körülbelül 6500 fát magába foglaló szabad terület sok pesti kedvelt pihenőhelye. Jó magam is sokat sétáltam a parkban, amikor erre laktam. Itt található a Vajdavidat vára, az impozáns épület a Városligeti tó Széchenyi szigetén áll, melyet 4 hídon közelíthetünk meg. Számomra a park legkedvesebb helye a jégpálya. Nem csak, hogy itt tanultam meg korizni, de maga az épületnek is fantasztikus hangulata van. Azoknak, akik télen látogatják meg a fővárosunkat, mindenképp ajánlom. A jégpálya mellett található a Hősök tere. A teret szinte minden magyar ismeri, de azt kevesen tudják, hogy eredetileg itt egy díszkút állt, amit a Hősök emlékköve mögötti fémlap rejt. Az 1896-ra tervezett téren még nem állt a királyok oszlopcsarnoka. A 14 magyar uralkodóból a történelem viharában az 5 Habsburg véletlenül széttört, és a csere folyamán az új idők hősei kerültek vissza. Így esett meg, hogy Ferenc Józsefből Kossuth Lajos lett. A tér közepén található a két vezérszobra. Árpád, előbb Onkontas Huba, Tétény. Bizonyára mindenkinek feltűnt Árpád és Tétény neve, akik nem szerepelnek az Anonymus által leírt krónikákban. Kicsit utánaolvastam és azt derítettem ki, hogy valójában a történészek sem tudják, pontosan ki volt a hétvezér. Az Andrássy úton át a körútra kiérve a Margit híd felé vettem az irányt, bár ez hosszabb, de biztonságosabb. A hídról már gyönyörűen látszik a parlament. Sajnos az előtte elterülő rakpartot feltúrták, így csak rövid ideig láthatom a világ legszebb parlamentjét. A Szabadság hídról érzékeny búcsút veszek a fővárostól, hisz legközelebb 3 hét múlva láthatom. Elköszöntem még a Műtetemtől is, ahol 6 csodás évet töltöttem. A következő 15 km már kevésbé volt izgalmas. Egész az érdi célegyenesig meg sem álltam. Itt is csak egy pár perces pihenőre, hogy magamévá tegyem a reggelim szendvics formájában. A 70. kilométert már a Velencei tó mellett tekertem meg. Egy parkban kis pihenő, aztán irány tovább. Székesfehérvár felé kicsit kerülnöm kellett Pákos irányába, ahol már éreztem, ez a mai nap nem is lesz olyan egyszerű. Székesfehérváron gyors keresztül hajtottam, egy az úton talált térkép segítségével, amin láttam, hogy még 60 km a Balaton. Balaton főkajálék szinte minden erőnek kitekerve értem utol egy fagyiskocsit. A szélárnyékot nem kihasználva előztem rá. A vezetője megkérdezte, hová tartok, én meg csak annyit mondtam, csak ide Milánóba. Így lett végül ez a mondat a túrám jelmondata. A 130. kilométernél tényleg haldokoltam. De tudtam, már nincs messze a cél, és hogy hamarosan begurulok Balaton akaratjára. A településen van a barátnőm gyarolója, ahol pár napot elhíderelek. Az egész napos tekerés miatt a balbukám ducira dagadt, mivel a nap többnyire ezt a lábomat sütötte, ezért ezt a negatív dolgot a napsugárzásnak tudnám be. Pláne, hogy a karom olyan vörösre égett, mint a szovjet zászló. És a pir mellé beszereztem néhány vízfolyagot is, szintén az erős UV-sugárzástól, ott, ahol az újonnan beszerzett alkalvédőm nem takarta. De most pihenjünk ki a 135 km-t.